Az egyik legnépszerűbb téma Kalotaszeg népi kultúrája és öröksége. Legalábbis ezt bizonyítja a Magyar Tájak sorozat legutóbbi pódium estje, mely szinte teltház előtt zajlott. A szervezők a már több éve tartó program sorozatba új elemet is behoztak. Még korábban az adott tájegységről érkeztek vendégelőadók, addig a mostani évadban olyanok kapnak meghívást, akik valamikor valamilyen módon kötődtek az adott területhez, de ma már Sárospatakon élnek. Minden tájegységen vannak olyan rejtett értékek, amelyet azzal, hogy oda elmegyünk és megnézzük azt, ami a kirakatban van, azzal még nem fedeztük föl ezeket a rejtett értékeket. És ezeket igazán azok tudják bemutatni, azok tudják elmondani nekünk, akik ott élnek azon a vidéken, vagy onnan származnak arról a vidékről. Ők el tudják mondani azt, hogy melyek azok a kulturális értékek, amiket ők fontosnak tartanak. A híres kalotaszegi népviselet mellett szerephez jutottak a tájra jellemző kézimunkákban, a festett és faragott örökségekben, a templomokban rejlő értékek is. Nagyon szeretném, hogyha sok ember megismerni azt a nagyon híres tájegységet, amit Kalotaszegnek hívnak. Néprajzilag azt gondolom, hogy a magyar tájegységek egyik legismertebbje. Szeretnénk a szellemi kultúrát is bemutatni egyrészt, és a tárgyi örökséget. Az, hogy bemutassuk ezeket az értékeket, az fontos. Nem, talán ott van benne az is egy kicsit, hogy nem mindenkinek van lehetősége elutazni. Próbáljuk ezeket az információkat tőlük begyűjteni, és ezáltal azt gondolom, hogy ezeket az embereket is jobban megismerjük, és a tájegységekről is több információnk lesz. Ezen az esten is a tájjellegű étel is szerephez jutott. Kalotaszegi habart almaleves hússal, ezt kóstolhatták meg a jelenlévők.